Április 22-én ünnepeljük a Föld napját. Ebből az alkalomból a 16. kerületben is különböző rendezvényekkel szeretnék felhívni a figyelmet a Föld védelmére. Arra kérem Szász József alpolgármester urat, hogy legyen kedves, jöjjön ide mellém, mert ő van ilyen szép zöldbe beöltözve, és ő fogja elmondani a fontos információkat. Nekem mindössze az a tisztem, hogy megnyissam a mai napot. Érezze mindenki jól magát. KDNP frakció gondoskodott a szép időről, úgyhogy senkinek semmi bántalma nem lehet a mai napon. Akinek van csúzlia, megpróbálhatja a drónt lelőni, de aki lelövi, annak pénzbírság jár, úgyhogy úgy tessék célozni. Szász József, fél szó. Akkor kezdődjék a verseny, ebben egy kis közreműködést kérnék szépen minden jelenlévőtől. A következő képen kellene sorba állni, és ebben a diákok, akik már megkapták a Szerbantal gimnázium gimnazistái, a csapatoknak a kísérői, természetesen az iskolák kísérő tanárain felül. A következő képen kellene itt összeállni. Az elképzelésünk az volt, hogy külön van a felsősöknek, és külön van az alsósoknak az állomás csoportjuk, és két-két iskola egy-egy csapata, tehát összesen 30-an mennek együtt, alsósok az alsósokkal, felsősök a felsősökkel. Minden résztvevőnek táskákat hoztunk ki, ez több száz darab táskát jelent. Ezen felül kihoztunk két kerékpárt és két roller, természetesen védőfelszerelésekkel, hogy kipróbálhassák a gyerekek. A 16. kerületi önkormányzat az idén is, 2016-ban is megszervezi a szokásos környezetvédelmi versenyét a kerületi általános iskolák számára. Egy kicsit módosul a program, nem is akárhogy az idei évben, hiszen a tavaly elfogadott képviselőtestületi határozatnak megfelelően csatlakozott az önkormányzat az Élő Bolygó nevű kezdeményezéshez, és ebbe volt az egyik vállalása önkormányzatunknak, hogy a Föld napját megünnepeljük, tehát a környezetvédelmi verseny most előrébb került április 22-ére a Föld napjára, és a helyszín is változott, eddig az önkormányzat előtti parkban volt ez a verseny. Most ez a tavaly megnyílt Hermina játszótér és kerékpár út mentén történik ez a verseny, és ki is bővítettük, eddig a kerületi iskolák 5-5 fős csapatokkal vettek részt ezen a versenyen. Most jóval nagyobbat mertünk álmodni, most iskolánként 30 fővel, egy 15 fős alsós és egy 15 fős felsős csapattal vesznek részt. A kerületi általános iskolák mellett minden évben csatlakozik a rendezvényhez a Bornemissza és a Néri Szent Fülöp általános iskola is, úgyhogy az ő diákjai is a kerületi fenntartású iskolákkal együtt vesznek részt ezen a versenyen, ami azt jelenti, hogy több mint 450 diák tölti velünk ezt a délelőttöt, reggel 9-kor kezdődött a verseny, és várhatóan olyan 1:30 felé fejeződik be. Külön választottuk az alsósokat és a felsősöket, mindenkinek a korosztályának megfelelően. Elsősorban ebben a tekintetben ez nem feltétlenül verseny, hanem úgy kezdtünk összeválogatni a különböző állomásoknak a gazdáit, hogy inkább ismeretterjesztő, illetve foglalkoztató tevékenységet végezzenek. A Rákosmenti mezei őrök mellett itt van a levegőmunkacsoport, a teljesség igénye nélkül lesz faültetés, tehát minden iskola elültet egy fát, amire kellett készíteni egy olyan jellegű plakátot, amire a közterületi fa locsolása és fa gondozásra buzdítják a kerület lakóit. Erre készített minden iskola egy plakátot, és az általa elültetett fára ezt majd föl fogja akasztani. Akkor itt van a Agyklub, a Vigyél Haza akció keretében ugye a felelős állattartással foglalkoznak, és erre tanítják, erre oktatják a gyerekeket, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas délelőttöt mindenki számára tanító jellegű és oktató jellegű, de élményekben gazdag délelőttöt töltenek el a gyerekek.